ünnepélyes szalagátvágással adták át a Bánki új NI termét. A technikumban olyan gyakorlati helyet szerel fel az amerikai központú National Instruments Hungary Kft., amelyben a legmodernebb eszközökön és műszereken tanulhatnak a diákok. Az adománnyal az volt a cég célja, hogy olyan gépeken tanulják meg az elektronika alapjait a fiatalok, amelyeket a későbbiekben a vállalatoknál is használni fognak. Ennek a gyönyörű teremnek a kialakításához 4 millió forintos tárgyi adománnyal járultunk hozzá, korszerű eszközökkel felszerelve ezt a tantermet, hogy a diákok mindenképpen olyan eszközökön tanuljanak, amivel egyébként utána az iparban is találkozni fognak. Ez egy nagyon fontos. Nem kell újra megtanulni az eszközök használatát, mert azonnal azzal találkoznak, amiket mi is használunk a mindennapokban. A másik fontos dolog, amiben ez a megállapodás segít bennünket, ahogy igazgató asszony is elmondta, hogy a jövőben is aktívak leszünk abban, hogy a tananyagokat frissen tartsuk, technológiának és a kornak megfelelően, sőt, akár angolul is ilyen tananyagokat elkészítsünk, úgyis ez is nagyon fontos információ ma, hogy ma a high-tech iparban a nyelvismeret sajnos még akár technikus szinten is egy fontos elem tud lenni, és ebben is próbálunk segíteni. És a kompetenciák fejlesztésében is szeretnénk a jövőben is segíteni, azzal, ahogy a munkatársaink beszállnak az oktatásba, és így nem csak szakmai tudást adnak át, hanem szemléletet, probléma megoldó készséget és kommunikáció készséget is tudnak tanítani a diákoknak. Együttműködési megállapodást is aláírt a cég vezetője, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatójával és kancelláriával. Az a felek célja, hogy a 6 éve indult közös munka jövőben is folytatódjék, és más technikumokat is be tudjanak vonni az együttműködésbe. Mi csak akkor tudunk jó szakembereket képezni, és akkor tudunk megfelelni az ipar 4.0, a szakképzés 4.0 elvárásainak, ha folyamatosan impulzusokat kapunk a cégektől. Ha a kezdetektől, a képzés elejéről, a szakmai oktatás vagy szakmai képzésről is legyen szó, impulzusokat kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen szakemberekre van szükség, és mit kell, hogy tudjanak, milyen kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzenek ezek a szakemberek. Amikor a képzési szerkezetet kialakítjuk, akkor ezekre az adatokra építkezünk, és amikor elkezdjük a szakmai oktatást, akkor a szakmai program vagy a képzési programnál is akkor tudunk jól dolgozni, ha ezekkel a cégekkel kapcsolatban vagyunk. A teremátadóval egy időben ipari elektronikai verseny is indult a Bánkiban. 3 intézmény 2 év folyamának legjobbjai mutatták meg tudásukat. Az évfolyamonkénti 5-5 legjobb diák összesen 2,5 millió forint értékű tárgyjutalmat kapott.